Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsora. Miskolc sikeres város lett, a béremelések költségvetéséről döntöttek a városvezetők. Még mindig sokan fordulnak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz Borsodabó zemplén megyében. Tovább bővítené nemzetközi kapcsolatait a Miskolci Egyetem. Köszöntöm Önöket, Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják. 2017. február 20-án, hétfőn 16 óra, 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Miskolc sikeres város lett, a béremelések költségvetéséről döntöttek a városvezetők. Februári rendesülését tartotta múlt pénteken Miskolc város közgyűlése. Krizákos polgármester napi rendelőtti felszólalásában kiemelte, számokkal, tényekkel, összehasonlító elemzésekkel bizonyítható 2017-ben, hogy a városban bekövetkezett a korszakváltás. Miskolc ma már a magyarországi városok között folyó verseny élmezőnyének megbecsült tagja. Köztudott, hogy önkormányzatunk a hivatali munkavállalókkal, a közszolgáltatást végző gazdasági társaságok és intézmények dolgozóival a legnagyobb foglalkoztatók közé tartozik a városban. Több mint 6000 alkalmazottal számolhatunk. Önök, mint közvetlen munkatársaim ismernek annyira, hogy tudják rólam, óvatos ember vagyok. Számomra a legfontosabb érték egy ekkora üzemben, mint amit ma a Városháza és kapcsolt részei jelentenek Miskolcon, az az észszerű és kiegyensúlyozott gazdálkodás fogalmazott napirend előtti felszólalásában Kriza Ákos polgármester. Miskolcon a közlekedésben, a sportban, egyáltalán a városi infrastruktúrában soha nem látott mértékű nagyságrendű beruházások zajlanak jelenleg is, és valósultak már meg az utóbbi esztendőkben. Mindezt tehát közös munka, közös siker eredménye. Első körben a Miskolc Holding ZRT összes tagvállalatának valamennyi dolgozója, a vezetői állományt kivéve egyszeri, egyhavi bérének megfelelő jutalomban részesült. Ennek első felét 2016. december 23-áig, a második felét pedig 2 2017. január 31-ig utalta át a munkáltatójuk. A Városháza az önkormányzati intézmények és a nonprofit gazdasági társaságok dolgozói a karácsonyi juttatások kiegészítéseként 2017. január 31-ig további 50 ezer forint értékben kaptak utalványt. Mindezek után jelentette be Krizákos a múlt havi évértékelőjében, hogy 2017. január 1-től az önkormányzat valamennyi dolgozója átlagosan 20%-os béremelésben részesül. A kifizetésekre természetesen az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően kerülhet sor. A béremeléseket a dolgozók 2017. január 1-ig visszamenőleg kapják meg. A kifizetések márciusban történnek a februári bérekkel együtt, jelentette be Ákos. Kis Kisgábor alpolgármester ugyancsak felszólalt rendelőtt és bejelentette, lemond alpolgármesteri tisztségéről. Mint mondta, azért kért napirendelőt szót, mert a több éves közös munka alapján fontosnak tartja, hogy személyesen jelentse be, a következő időszakban más feladatot vállal, és elmondja, mindokolja ezt a döntést. Az idei a béremelések költségvetése lesz Miskolcon. Az önkormányzat 2010 17-es költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására, illetve az egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztés is napirenden szerepelt. Sós Attila, a Fidesz frakció vezetője a napirend vitája során elmondta, megszokhatták már a miskolciak, hogy a költségvetések komoly fejlesztéseket tartalmaznak. Még mindig sokan fordulnak influenza -szerű tünetekkel orvoshoz Borsodabói-Zemplén megyében. Miskolton és környékén a legmagasabb a betegek száma, köztük legtöbben iskolások. Tavaly októbertől kérhető az influenza elleni védőoltás a házi orvosoktól. Borsod megyében nagyon alacsony az oltóanyag felhasználás aránya, mondta Asztalos Ágnes, tisztifőorvos. Most Asztalos Ágnest hallják. Január elejé adatunk van, hiszen egy évben kétszer monitorozzuk azt, hogy mennyien vették fel a térítésmentes védőoltást megyünkben. Ez nem érte el a 50%-os felhasználási arányt január elején. Kevésnek tartjuk, mi mindent elkövetünk arra, hogy a betegek, akik térítésmentesen jogosultak rá, minél szélesebb körben igénybe vehessék. A háziorvos kollégákat mindig kérjük, hogy nyomatékosan hívják fel a figyelmüket ezen betegeknek, hogy ott a védőoltás rendelkezéssel, illetve azon munkáltatók figyelmét is felhívjuk, akik a dolgozók olyan munkakörben dolgoznak, hogy sok emberrel találkozhatnak nap mint nap, és ilyen módon lehetőség van arra, hogy a légúti fertőtőbetességeket könnyebben elkaphassák. Tehát ezekben a munkakörökben is fontos, hogy oltás kerüljön, illetve az egészségügyi dolgozók tekintetében is rendelkezésre állt értésmentes oltóanyag. Egészségügyi dolgozottól elvárnánk, hogy jó példával mutassanak, jó példát mutassanak. Oltás magukat náluk sem éri el a kívánt arány egyelőre, de reméljük, hogy ez azért változni fog. Tovább bővíteni nemzetközi kapcsolatait a Miskolci Egyetem, ehhez kormányzati segítséget is kapnak. Szabó László külgazdasági és külügyminiszter helyettes, aki pénteken Miskolcon tartott előadást, személyesen működik közre abban, hogy határainkon túl is egyre többen megismerjék az egyetem erősségeit. Az Erasmus Plus, a Campus Mundi és a Stipendium Hungaricum programoknak köszönhetően jelenleg mintegy 150 külföldi egyetemista tanul Miskolcon. Az univerzitás tovább szeretné bővíteni a nemzetközi kapcsolatait. Jár Károly stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes elmondása szerint eddig is számtalan nemzetközi kapcsolatuk volt, és ezt most még jobban szeretnék terjeszteni. Sok segítséget kapunk kormányzati oldalról is a Stipendium Hungarikum kapcsán. Jönnek hallgatók Brazíliából, remélhetőleg Csilléből, Mongóliából és máshonnan is. Ez nagyon jó lehetőségeket biztosít, emelte ki a rektorhelyettes. Szabó László külgazdaság és külügyminiszter helyettes pénteken Miskolcon járt és ott tartott előadást a Miskolci egyetemen Fókuszban a külgazdaság nemzetközi sikerek külpolitikai stratégia címmel. Az összes missziónknak, nagykövetünknek az első számú prioritása a magyar gazdasági érdekeknek a képviselete hangsúlyozta. Mint mondta, 2010-ben még azért küzdöttek, hogy munkát találjanak az embereknek, most pedig már azért kell küzdeni, hogy embereket, elegendő munkaerőt találjanak a cégeknek. A miniszter helyette szerint Magyarországon minden ezzel kapcsolatos történelmi rekord megdőlt az elmúlt két évben. Miskolc is élvezi ennek a hasznát, Komoly vállalatok jöttek ide, és nagyon komoly munkaerő van itt jelen. Nagyon hasznos, amikor a vállalati, illetve a privát érdekek össze tudnak találkozni az emberek érdekeivel. Most, amikor itt vagyunk a Miskolci Egyetemen, szintén fontos ezt kihangsúlyozni, ugyanis ez nagyon komoly egyetem, és az itteni tudás, innováció később ugyancsak az iparban tud majd hasznosulni, hangoztatta Szabó László. A miniszter helyettes arról is szólt, a magyar kormány jól döntött akkor, amikor visszafizette az IMF hiteleket. Példaként említette Görögországot, amely a hitelek visszafizetése helyett még többet vett fel, és azóta is folyamatosan uniós segítségre szorulnak. Magyarország ugyanakkor a saját lábára állt, és az európai növekedés egyik motorja lett. Szépség és jelmezverseny, de kutyatartási tanácsadás és kozmetikai, valamint kiképzési tájékoztatás is várta az állatbarátokat a Kutya Farsangozó című programon szombaton délután a belvárosi ligetben. Az ember a legjobb szórakozásból sosem hagyja ki a legjobb barátait. Ebből adódóan a kutyák sem hiányoztak a kocsonya farsangról. A négylábúak és gazdáik szombaton ismét találkozhattak a kocsonyafarsang farsang keretei között megrendezett programon. Az ölebek mellett a nagyobb fajták is képviseltették magukat. A cukisági versenyen igazi ritkaságok is bemutatkoztak. Köszönöm a figyelmet, önök a Csillagpont rádióhírét hallották. Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a médiatanás támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.